Szigetvári Viktor a vendégünk, az jó együtt a kormányváltók. Hát most a három társelnök közül az egyik, de három társelnök van még? Most már ebben is bizonytalan vagyok. Ne legyen bizonytalan, teljesen világos átmeneti időszakot definiáltunk egy 220 fős taggyűlésen, ahol 210 szavazattal, szinte ellenszavazat nélkül ment, tehát egy alapvető alapszabályreform, amiben megállapítottuk, hogy jövő februártól egy személyi elnöke lesz a pártnak, két alelnökkel is egy továbbra is demokratikus vezetéssel. Erre még most nem voltunk készen. Én magam sem voltam készen, és az a szervezet sem, amelyet most már kollégáimmal vezetek. Egy tisztességes átmeneti időszak után egy éve létező párt, amely nem más pártokból szakított ki szervezeteket, hanem a nulláról építette meg magát, ért el nagyon tisztességes eredményt Budapesten, és biztató eredményt vidéken. Szerintem most itt tartunk, és megyünk tovább. Ezt én értem, de ugye van három szervezet, a Milla, az Együtt, nem, a Milla, a Szolidaritás és a Hazai és Haladás. Mind a három adott egy társelnököt most itt ebben a rendszerben, majd most a Szolidaritást tulajdonképpen felfüggesztették. Ezzel Székely Sándor társelnököt is felfüggesztették? Nem, ebben érdemes pontosan beszélni, bár ezeket már szeretném, és erről szólnak ezek a napok, ezeket hátrahagyni, hiszen a közgyűlésünk úgy döntött, hogy megszüntetjük a platformokat. Ennek az átmeneti időszaknak fontos része, hogy mindenki érezze magát képviselve, és utána tisztán meritokratikus alapokra át lehet helyezni ezt a működést. Ki mit teljesít, megválasztják a tagok, egy fontos dolgot értenie kell. A hat elnökségi tagunkat teljesen össze-vissza szavazva szavazták meg a tagok, abban az értelemben, hogy már belül sem számít, hogy ki honnan jött, melyik irányból érkezett. Talán ezért voltak csalódottak, hogy a három elnököt, társelnököt nem így szavazhatták meg, hanem gyakorlatilag készen kapták. Ez nem igaz. Az a helyzet, hogy ebben az ügyben én nagyon határozottan azt látom, hogy lett volna olyan társelnök jelölt minden irányból, aki ezt más meg tudta volna, hogy mondjam, ki tudta volna hívni a saját oldaláról érkező embert. Végül úgy alakult, hogy mindenki visszalépett. Ez önmagában szerintem nem fontos, hiszen én láttam a Szolidaritásból is olyan embert, aki bírta a tagság egészének bizalmát, és láttunk más irányból is. Egy a fontos, és ezzel reagálnék az előző megjegyzésére. Nekünk a gyerekkorból a tínédzserkorba kell átmennünk ennek a pártnak. Egy éve létezünk. Mindenki arról beszél, hogy csináljanak mások új pártokat, mi lám csináltunk. Benn vagyunk a parlamentben, tisztességesen politizálunk. El kell szakadnunk valamennyire azoktól az együttműködési formáktól, amelyekben civil szervezetekkel működtünk együtt, hiszen mi politikusok vagyunk, mi nem csak civil érdekeket integrálunk, hanem van, csúnyán fogalmazva, hatalmi ambíciónk, tisztességes hatalmi ambíciónk, és ebben rendezni kell a civil szervezetekhez. Próbálom érteni, ez azt jelenti, hogy ha a Szolidaritás menni akar, mehet, aki a Szolidaritásból önök mellett akar maradni, az pedig maradhat. Tehát, hogyha Kónya Péter vinni akarja a Szolidaritást, hát vigye. Így van, csak szerintem nem tudja. És ezt nagyon szeretném tisztázni, mert az történt, hogy amikor megtette azt a szerintem szerencsétlen nyilatkozatot, amelynek előtte én nem messze innen egy másik stúdiójukban nagyon tisztességgel beszéltem arról a munkáról, amit Kónya Péter végzett, és én azt mondtam, hogy sajnáltam, hogy nem jött el a küldött gyűlésünkre. Úgy ítélem meg politikusként, hogy talán neki belül elfogyott a támogatása. Egyébként a Szolidaritás mozgalmon belül is részben arra, hogy felső vezetője legyen ennek a pártnak, de én meg akarom őt őrizni ennek a közösségnek, mert sokat tett hozzá. Ezután tette, amit tett a tegnap előtt esti nyilatkozatában, én vezetőként, akit egyébként tisztességes többséggel választottak meg, többek között a Szolidaritásból jövő választókerti elnökeink is, nem tettem más, mint kikértem a tagság véleményét, kikértem a választókerti vezetőink véleményét, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy elsőprő többségben, bárhonnan is jött valaki ebben a pártban, ő az együttben akart politizálni, és azt mondta, hogy ez így nem jó. Nincs rendben, amit Kónya Péter mondott. Kérték, hogy tisztázzuk a viszonyunkat a tőlünk egyébként független egyesülettel. Ezért tegnap elnökségi vita után, beszélgetés után felszólítottuk a Magyar Szolidaritás Egyesületet, mozgalmat, hogy tisztázza ezt, hogy ez most a Kónya Péter álláspontja volt, vagy egyébként ennek a szervezetnek az álláspontja. És azt tudom önnek itt reggel mondani, hogy tegnap este ülésezett a Magyar Szolidaritás Mozgalom Egyesületnek az elnöksége. Az elnökségi ülés után engem tájékoztattak a döntésükről, és pár órán belül azt hiszem közleményben fogják ezt a nyilvánosságra hozni. Ők értetlenül állnak Kónya Péter nyilatkozata előtt, ők azt mondják, hogy nem szándékuk elszakadni tőlünk, nem szándékuk megszakítani ezt az együttműködést, és azt is kinyilvánították, hogy ők tisztújtó közgyűlést kezdeményeznek az egyesületükben. Amely nyilván Kónya Péterrel szembeni bizalmatlanságról szól, és nem másról, vagy többek között. Én ezt nem kommentálnám. Többek között, és Kónya Péter ott volt tegnap? Úgy tudom, hogy ott volt. Egyet kell érteni ebben. Mi egy semmiből létrejött, három irányból szerveződő párt vagyunk, és én vezetőként erre az átmeneti időszakra arra szerződtem, hogy egy egységes,
egymást nem diszkrimináló, egymás értékeit, az itt Délpesten dolgozó aktivistáktól, azokig a fiatalokig, akik olyan bátrak, hogy fölmásznak Áder János erkélyére, és ott tiltakoznak a botrányos paksi beruházás ellen, mindenkit szeretnék egybe tartani, mert én magam szerintem így leszek méltó Bajnai Gordon örökségére, és így leszünk képesek arra, hogy egy polgárosodáspárti, a baloldalra nyitott, és egyébként kőkeményen kormányzóképes pártot csináljak, én erre szerződtem. Nem ez az elsődleges témák, de ez a Bajnai Gordon öröksége félmondat, azért ez itt maradt az előzőből. Tehát ez most azt jelenti, hogy Bajnai Gordonra tényleg úgy kell gondolni, mint aki ebből az egészből kiszállt és ott hagyott egy örökséget, egy paksemétát az asztalon? Hát most egy időre mindenképpen, hiszen ő világossá tette, hogy 6-7 év politikai frontvonal után egy picit hátrébb lép. Én ezt tanácsolnám másoknak is általában, hogy néha jó feltöltődni. Az egészen világos, hogy azzal, hogy ő a mi most létrehozott pártparlamentünknek a vezetését elvállalta, és itt megint engedjen meg egy fél mondatot. Amikor oda 47 tagot beválasztottak, rengeteg fiatal arcot választottak be, rengeteg fiatal politikusunkat, rengeteg 20-22 olyan embert, aki a szolidaritás felől jön, akkor látnia kell, hogy ez nem úgy történt, hogy egy blokkba leszavaztunk, hanem össze-vissza a belső munka, egymás belső munkának értékelés alapján, és ezért vagyok különösen büszke, hogy a Váradi úr, a Felcsúti juhász a második legtöbb szavazattal bejutott ebbe a testületbe, amelyet Bajnai Gordon fog vezetni, és ők felelnek a politikai stratégiánk alakításáért. Na, hát mondom, hogy ez egy zárójeles kérdés volt, de hát mondta az előbb ezt a örökséget, akkor erre rá kellett kérdeznem. Székely Sándort nagyon sokan úgy tartják számon a szolidaritáson belül, és ilyen módon az együttön belül is, mint Konya Péter leghűségesebb harcostársát. Ezek szerint köztük is törés van? Hát ezt talán kérdezem. Székely Sándor marad, Konya megy? Nincs ilyen helyzet. Remélem Konya Péter is tud maradni, hiszen ő a mi munkatársaink munkájával együtt, az összes aktivistánk munkája révén jutott be a parlamentbe. Jó, de az előbb azt mondta, hogy ha Konya Péter pártot akar alapítani, nem szó szerint ezt mondta, de ez volt az értelmész, vissza is kérdeztem rá, hogy aki akar, az mehet, a szolidaritásosok pedig maradjanak, hogyha szeretnének. Hát ez azért azt feltételezi, hogy Konya Péter nem kifejezetten házon belül szeretne még egy pártot alapítani, mert ez egy értelmetlen gondolat. Önnek igaza van, értse meg az én helyzetemet. Engem megválasztottak erős többséggel, kollégáimmal együtt szombaton, szerintem tisztességesen, hogyha egy pártban azért normális pártok is szét tudnak esni alapszabályvitákon nálunk, néhány ellenszavazattal ment át egy belül radikálisan átalakító alapszabály, utána ezt tapasztalom, nem tehetek más, mint önvédelmi reflexzel, összerántom azt a szervezetet, amelyet most vezetni vagyok hivatott, és azt mondom mindenkinek, hogy aki más pártot akar alapítani, az nyugodtan menjen el más pártot alapítani. De van egy mandátum a Konya Péternek, önök által. Igen, megengedi, hogy reagáljak a Székely Sándorra vonatkozóra, és akkor... De sőt, megköszönöm. Jó, csak azért, mert hogy azt akarom ebben az ügyben mondani, hogy óvaintenék mindenkit attól, hogy elhallott félmondatokból ítéljen meg emberek közötti viszonyokat. Én Székely Sándort 2-3 évvel ezelőtt még nem ismertem, nagyon tisztességesen dolgozunk együtt. Sanyinak is szerintem van dolga abban, hogy a párt egészen őt megismerje, ugyanakkor bírja sokak bizalmát ebben a közösségben. Én nem ismerem az ő viszonyát Konya Péter, ez együtt alapítottak egy mozgalmat, viszont az egészen biztos, én azt látom, hogy a szolidaritásból a pártunkba választókerti vezetőként, vezető aktivistaként, és az elkövetkező hónapokban akár önkormányzati ambícióval rendelkező emberek mind azt mondták, tartsuk egyben ezt a közösséget, szükségünk van arra, hogy legyen egyébként egy erős, sokszor provokatív akciókat is csináló szolidaritás mozgalommal, civil mozgalommal együttműködés, kellenek ők a vidéki értelmiséghez és a vidéki munkásokhoz való odajutáshoz, mert mi nem csak beszélni akarunk arról, hogy erősíteni kell, ebben Sanyinak helye van. Azt mondta az előbb, hogy abban is dolga van, mikor megismerjék a pártbéliek őt magát, de akkor hogyan lett társelnök? Hát úgy, hogy nyilvánvaló, hát őt ismerik, csak vannak, akik még nem eléggé. Na, akkor térjünk vissza az előző kérdésre, mert ugye azért én közbevágtam a Székely Sándorral kapcsolatos gondolatát, vagy félbevágtam, szóval Konya Péternek van egy mandátuma a parlamentben, az Együtt PM politikusaként. Így van, és én azt bízom benne, hogy Péter átérzi, hogy őt nagyon sok ezer embernek az aktivista munkája juttatta be, merészet mondok, mert manapság szokás az összefogásra csak pocskondiázok visszaszólni, és sosem fogom megtagadni, hogy szerintem arra szükség volt. Az ő mandátumában rengeteg DK-s és rengeteg szocialista aktivistának a munkája van, szerintem ehhez méltóan kell viselkednie. Abban egészen biztos vagyok, hogyha ő nem akar velünk politizálni, ezt világossá kell tennie, hogyha egyébként ő hajlandó ebben beszélgetni, én fogok a héten vele találkozni, és általában véve
mint az ügyvezető társelnök a parlamenti képviselőinkkel, Szabó Tímeától, aki a Párbeszéd Magyarországért párban politizál, elegészen Szelényi Zsuzsáig és Szabó Szabolcsig, a Csepeli Győzőig, aki a Szoliból jön, keményen kampányolt, jól csinálta, megpróbálok egy közösséget építeni ebből, hogyha Péter ebben nem akar részt venni, avval én nem tudok mit kezdeni, és hogyha ő esetleg nem gondolja, hogy velünk van a jövője, akkor mi nem tudunk más tenni, mint azt mondani, hogy ne politizáljon a nevünkben, mandátumáról helyette nem tudunk lemondani. Úgy gondolja, hogy le kéne már mondania? Nem tartunk itt szerintem. Én vezetőként mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy bármi is történt, az a helyzet, amelyben látva a számomra jutatott információkból egyértelműen világos helyzetet, hogy a szolidaritás mozgalomnak sem bírta, a vezetésnek sem bírta a támogatását mindaz, amit Kálmán Olga stúdiójában Kúnya Péter elmondott. Nekem ebben a helyzetben is az a kötelességem, hogy Pétert, aki sokat dolgozott ezért a célért, megtartsam, ha úgy dönt, hogy más csinál, akkor más fog csinálni. Megvan az esetleges utóda, hogyha úgy dönt, hogy más csinál? Hát ezt kérdezzem meg tőle. Hát öntől kérdem, tehát megvan a következő parlamenti képviselő, hogyha Kónya Péter helyett valakit jelölni kell? Úgy ítélem meg, hogy nekünk jó parlamenti képviselőink vannak a listán, ha ez a helyzet előáll, ezt könnyedén meg fogjuk tudni oldani. Én azt tettem a párton belül világossá, hogy ebben a parlamentben, amelynek a jelentőségét antidemokratikus módon eljelentéktelenítette a Fidesz, olyan embereket kell bevinni, akik jó szakpolitikusként ügyeket, témákat tudnak képviselni. Ezért örülök annak, hogy benn van Szelényi Zsuzsa, ezért örülök, hogy benn van Szabó Tíme, aki őszinte baloldali elkötelezettséggel küzd a szegénység ellen. És ott van Szabó Szabolcs, aki nem csak Csepeli Győző és legyőzte a rezsibiztost, hanem egyébként egy jó kulturális és oktatási politikus lesz az elkövetkező időben. Nekem egy dolgom van. Átvigyem ezt a pártot, ezt a pártszövetséget a túlpartra, minél jobb önkormányzati megállapodásokat kössünk, hol baloldali pártokkal, hol önállóan indulva, és szerintem erre megválasztottak, és ezt meg fogom csinálni. Most ügyvezető társelnök, biztos benne, hogy pártelnök lesz? Egyáltalán nem. Én most ezt a feladatot szeretném elvégezni. Én, amikor a kandidáló beszédemet mondtam, akkor azt világosra tettem, és önnek is ezt tudom mondani. Senki nincs kész a mi pártunkban arra, hogy Bajnai Gordon egy személy vezetését utódolja. Én, nekem ez egy mitológiai szóval egy teljes hübrisz volna, egy túlvállalás volna. Én erre nem vagyok még kész. És nem tudom, hogy más készen van. Ez szerintem ebben a pártban. Én ezért szeretek nálunk politizálni, ezért szeretek Karácsony Gergellyel, Szelényi Zsuzsával, Pápa Leventével, vagy Juhász Péterrel, vagy akár Székely Sándor is politizálni, hogy mi tényleg új arcokat hozunk be ebbe a politikába. Mindenki beszél arról blogokon, a Tumblr-en, hogy hát itt jöjjenek újak. Lám vagyunk. És én senkit nem fogok a jövőben sem megakadályozni, hogy alapítson új pártot. Kónya Péterrel is szeret még politizálni, ha már az új pártnál tart? Én Kónya Péterrel tisztességes munkát végeztem közösen. Nem tettem semmit annak érdekében, hogy ez a helyzet előálljon, ami itt a önök stúdiójában 48 órával ezelőtt előállt. Szerintem neki helye van nálunk. Az a kérdés, hogy ő kíván-e tenni annak érdekében, hogy a tagságunk, és hangsúlyozom, nem a nem szolidaritásos tagság, teljes párttagságunk, mert ez a dolog, amit ő tett a szolidaritásból jövő tagságnak is, hogy mondjam, problémát okozott, és én mindenkit szeretnék ebben egyben tartani, egy sikeres polgárosodáspárti baloldali pártot csinálni. Ebben a Péter szerintem kell, hogy dolgozzon, hogy visszaszerezze mások bizalmát. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.